Nem tudom, fogom, csak nyugodtan állj föl. Ú, de ügyes. Jó. Ez az, Tomi, nagyon jó vagy! Most már itt teljesen úton vagy, tiéd az egész. Csak ugorj föl rá, ahogy szoktam. Aquaman! Várjál, hogy csináltad! Ne állj föl! Először egyes út! Ne állj föl! Először kezdj el elindulni! Úgy is lehet evet. Lát, ez az. Ezek az alapok. De ügyes vagy! Mennyire jó vagy! Ez az, nagyon jó! Így, és most próbálj fölállni. Most álljál föl! Majd ha visszamegyek! Várjál, Zoli, innen fogok diktálni neked! Állj föl! De ne gyere vissza, menjél középre! Középre menjél! Ez nem jó, mert nem oda megyek, hova akarok! Jaj, de középre menjél! Állj föl! Nem állok, csak hagyd menjek oda közelebb. De mindenki ez közelebb, álljál már föl! Állj föl! És próbálj felállni, igen, most egyensúlyozzál, igen, nagyon jó, de ne az, amit mindenki be akar kakálni, more! Álljál fel! Hát ő nem megy tovább. Dehogy nem megy tovább! Állj föl! Ez az, lazán, először a fenekedet, utána a gerincedet, nagyon jó, és most mondd azt, hogy Ne! Rátették a vízre azt, és mondták, hogy azon föl kell állni, és akkor úgy kell evezni. Hát és én próbáltam, de képtelenség megállni rajta, négy kézláb mentem rá, utána googoltam, kipucsítottam a s***en, meg mitől mindent csináltam, és mikor fel akartam állni, kész, beleestem a vízbe. Zsama! Zoli! Most ez nem ez, ez most, de Krisztián, ez most vicc. Mikor láttam, hogy a Zoli nincs eszméleténél, akkor belém jött a feeling, én vagyok a David Hasselhoff, mentem csátolni kellett. Jaj, beverte a fejét, jaj! Pulzusa van neki! Várja, telefonodnál haladva hívjuk a mentőköt! Ki? Várja! Dobog! Nem összekapta őt a víz? Zoli! Hello! Ne szórakozzatok ma, nagyon vegyük ki, gyerekek! Én nem megijedtem, mert azt gondoltam, hogy ennek én vagyok ennek a napnak a felelőse, azt gondoltam, hogy én nem vagyok ennek a napnak a mindenese, és hogyha bármi történik valakivel, azért én felelek. És én baromira megijedtem, hogy nem megfulladt, nem egy vizet kapott, nem egy nyelt. Ott van-e! Fújjat! Jó, erősebb, itt középen-e! Fújjat! Ott van-e, jóval lélegzik! A franc vigyel a pofádot, mikor megijesztel minket! Bemégy a vízbe úgy, hogy nem visz magaddal! Van-e ketté törted a szívem? Hát még az enyémet! Jó! Beverte a fejét! Na jó, hagyjuk gyerekek, szerintem hagyjuk ezt a mai napot. Jó, az a lényeg, jó van. Hú! Dik, ma? Dik, hogy remegek-e? Így megijeszteni az embert, álljál fel, ott öltözzél fel, ott a víz közelébe, máma nem ennyi, megértetted? Ide kijössz magadnak, azt itt pihensz. Most ha innen felpróbálsz szállni, addig még este be nem esteledik, és szájba vaglak. Oda szépen leülsz, ahhoz meg nem mozdulsz, mert kötözlek ki a francba. Megértetted? Mondom, megértetted? Mindjárt levesszük. Na, ide szépen leülsz, hol a szemüvegem? Üljél le, most addig mi nem megyünk haza, így pihenjél magad, neki napozza! Ez jó, hogy rajtam bóke. Ezt nem akartad felvenni. Na, gyere, Krisztián! Gyere, itt pihenjél, megértetted-e? Ha nem mozdulni, pozdulni, szájba vaglak! Te ezt nem hiszem el, komolyan mondom, Csora, ember, hogy ez pont velünk fordul elő, lejövünk, csókolom. Képzelj el, mi történt. Képzelj el, zupsz, vagy mi az? Stop. Akkor stop. A stopra ráment Zolika. Beverte a fejét. Beverte a fejét és fuldoklott. De nem lett nagyobb. Él, hála Istennek. Ad neki vizet. Kérünk három darab szoldavizet. Kell neki három szolda. Három szoldavizet. Hát ez a szolda jó teszi. Köszönöm.
Felviszem én neki. De gyerekek, ha meghalt volna, a szívem elszaradott volna. Ennyi. Hagyjad ma. Melyik oda viszem a Zolinak? Hát gyerekek, én úgy megértem, megmondom őszintén, lett volna valami baj, engem a feleségi kinyírt volna meg a gyerekek. A gyerekek itt meghalt volna, annyi lett volna. Csora ember, én sajnálom. Komolyan mondom, ha valami történt volna, én megőrültem volna. Hát ez a víz jobbat tesz neki. Melyik oda adom neki? Gyerekek, én is úgy megfürdenék a vízbe. Mi van? Ez itt sincs. De gyerekek, a mellénye... Beesett a vízbe, nézd! Zoli! 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 Nem, nem a gyerekek, ne, komolyan ne. Ez direkt csinálja, nem szórakozik. A gyerekek, de tényleg csináljam azt velem, könyörgöm. Ne a napunkat, tényleg lejöttünk gyerekek 200 kilométerre. Ne csináljuk, mert ez bele akar fulladni, utána eltűnik. Ne legyünk ma az ilyennyire jó szórakozni. Komolyan most, ne szórakozzunk ma. Az jutott eszembe, hogy itt kéne hagyni, nem kell vele foglalkozni. Ha hagyjuk itt a francba, minek foglalkozunk vele, minek törődünk vele, minek kell vele foglalkozni, hagyjuk itt a francba. Ezt szerintem örüljön, hogy elhoztuk. Nem élvezte, nem örült neki, tönkretette a napunkot. Nem volt fontos az, hogy a másik ember mit érez, nem volt fontos az, hogy mi is napozzunk. Én komolyan mondom, én ehhez nem vagyok hozzászokva. Zoli! Nincs ott se. Azt nem hiszem el. Fogalmam se volt, hogy hova lehetett az Zolit, mondom, csak nem történt még nagyobb baj, beleesik a vízbe, vagy... De nem tudom pontosan, hogy mi lehetett vele. Komolyan mondom, nem hiszem el, gyerekek, lejövünk 200 km-re, és elmaszad az egész napot. Nincs benne a vízbe. De se telefon, semmi nincs nálunk, az a baj, senkit nem tudunk felhívni. Drága jó Istenem, drága feszület, Úrszent Szűz Marian, miért? És nem tudom, mit csinálunk, nem ismerünk itt senkit, és kinek szólunk? Ki láthatta, hogy hova mehetünk? Meg volt bennünk a jó indulat, elmentünk neki vízé, hogy jó legyen, jobban legyen, segítsünk rajta, az meg eltűnik. Hát most akkor mit kezdjek vele? Hát gondoltam magamba, kacsintott neki az a nő az étkezésnél, mondom, eltűnt azzal. Félek valami baj lett, a beverte a fejét. Soha többet nem jövök nyaralni. Nincsen nem senki. Már, gyerekek, komolyan. Itt semmi. Nem hiszem el. Ez nem ő volt? De egy ideig nem bír lenni. Az hál volt. Ide nem jött be. Csókolom, elnézést, hogy visszatérni, haragudjon. Zoli, nem tetszett látni az a fiú, aki velünk volt, kicsit ilyen szellemi fogyibogyi, kicsit ilyen dilino a gyerek. Jó képű gyerek. Neked Zolika jó képű? Jó képű. Hát akkor Ronaldo micsoda, ha Zolika jó képű? Jó van, de az más kategória. Tudja? Nem, akkor menjünk. Lehet, hogy itt van valahol, vagy kijött valahol a pisíni, vagy valami házba bejött, ezt akkor izzi. Itt a WC lesz. A WC lesz, figyelj meg. Attila, te se láttad Zolit? Hát már vízből kihúztuk, de azóta ma eltűnt. Csókolom, jó napot! Nem láttak egy szép fiatal ember, szép magos fiatal ember? Nem ez az, aki mag... Ez szép ez a gyerek? Köszönöm. Na, köszönjük szépen, nem? Egy ilyen kicsit barna bőrű, kicsit szellemi bogyi-bogyi. Nem láttak egy fiatal ember? Fülbevalós, azt jelzik meg. Kicsit balon, dilino. Na, valahol, akkor lehet, hogy itt van valahol.